Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Köztér című magazin műsorunkat látják. A 10 000 fő feletti lakosú településeken is megkezdődött a településfásítási program. A Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője a vendégünk, Mészáros Pétert köszöntöm a stúdiónkban, szervusz! Szervusz és üdvözlöm a tévénézőket is! Budakalászon is elkezdődött ez a településfásítási program, és a nézők is már láthatták a Budakalászma című hírmagazinunkban az erről szóló anyagot. Kérlek szépen, hogy néhány szóval foglald össze, hogy mi is ez a program. Az az igazság, hogy magának ugye a programnak az elődje is rendkívül sikeres volt, amikor kisebb lélekszámú települések pályázhattak arra, hogy hát fát ültessenek saját területükön, országfásítási program keretében, illetve településfásítási program keretében. És nagyon nagy siker volt ez a program, számos fát sikerült elültetnünk, nem csak nekünk itt a Pilisi Parkerdő vonzás körzetébe tartozó településeken, hanem szerte az országban. És ez a program most úgy tűnik, hogy folytatódik, méghozzá most már a MOL bevonásával, de természetesen az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával, illetve az Agrárminisztérium támogatásával. Úgyhogy most ennek keretében most már ugye nagyobb lélekszámú, tehát 10 000 fő feletti települések is pályázhatnak településfásításra. És hát ebben is nagyon nagy szívvel és lélekkel nyújtunk segítséget, hiszen minden elültetett fa azt gondolom, hogy egy újabb érték és egy újabb lépés abba az irányba, hogy a klímaváltozás negatív hatásait csökkentsük, és természetesen azért itt a településeken lévő emberek zöld felület igényét kielégítsük. Milyen fákat telepítettek a napokban, és milyen segítséget tudtatok nyújtani a településeknek? Itt elsősorban olyan fafajtákat ültetünk el, amik jól bírják a, mondjuk ide a gyűrődést, tehát a városi környezetet. Ugye itt olyan juharokra kell például gondolni, amik kifejezetten jól tűrik a porszennyezést, ezt a környezetet, amit hát ugye a települések környékén tapasztalunk, de emellett számos más fafa is elültetésre kerülhet. Itt lehetett ugye pályázni itt a nyár folyamán, most pedig a program megvalósítási szakaszába ért, úgyhogy most szerte az országban, hála Istennek, újra ültetünk. Ugye beköszöntött az indián nyár, nagyon szép időnk van, sokakat csábít ez a jó meleg idő a Dunakanyarba is egy-egy kirándulásra. A parkerdő számára ez jelente bármilyen feladatbővülést, vagy megváltozott-e valami a munkakörötökben a nyárhoz képest? Hát az az igazság, hogy minden évben ez az indián nyár egy rendkívül népszerű időszak, de azért elmondhatjuk azt is, hogy a Pilisi Parkerdő Erdélyt egész évben nagyon sokan látogatják. Ugye nekünk a területünk 65 000 hektárra tehető, ekkora területen gazdálkodik a Pilisi Parkerdő, ami körülül a főváros magába foglalja az agglomerációt, és ezen a területen él Magyarország lakosságának csaknem egy harmada. És számukra azért a parkerdő erdei jelentik sokszor azt a napi szintű kikapcsolódási környezetet, pihenési lehetőséget, ahova ki tudnak menni sétálni, babakocsit tolni, kutyát sétáltatni, futni, kocogni, kerékpározni, vagy éppen akár lovagolni, és tehát azért nagyon sokféle lehetőség nyílik az erdeinkben arra, hogy bejárjuk őket. Több mint 1000 kilométernyi túraútvonalra tartunk karban, és számos helyen végeztünk el fejlesztéseket, illetve találhatók olyan népszerű kiránduló pontok, amiket azt gondolom, hogy nagy szeretettel keres fel a tisztelt látogató közönség. Úgyhogy tulajdonképpen nem lepődünk meg azon, hogy ilyenkor, amikor jó az idő, akkor nagyon sokan választják a Pilisi Parkerdő Erdélyt. Évente egyébként több mint 30 millió látogatói alkalmat regisztrálunk itt az erdőterületen, ami azért egy elég hatalmas nagy szám. Több helyen, nincsen ott valaki, aki nyomogatja a gombot. Több helyen működik látogató számláló berendezésünk. Ennek egyébként oda vezethető vissza az őse, hogy annak idején voltak felméréseink 10-15 évvel ezelőtt, hogy körülbelül mennyien látogathatják ugye a parkerdő erdeit. Nagyjából akkor úgy kalkuláltunk, hogy ez egy 12 milliós látogatói napra tehető. Aztán eltelt ugye egy évtized, és 2017-ben az Országos Erdészeti Egyesület végzett egy országos felmérést itt a lakosság körében, ki hogy viszonyul az erdőhöz, mit gondolnak az erdész munkájáról, és ennek része volt az is, hogy egyfajta látogatószámlálást végezzenek. És nagyon meglepődtünk, hogy az akkori adatok, tehát ez a 2017-ről beszélünk, akkor azt mutatták, hogy a parkerdőt több mint 25 millió alkalommal látogatják meg éven, tehát ez egy nagyon nagy szám.
és azóta pedig mi is több helyszínen szereltünk fel látogató számláló berendezéseket, nyilván ezek ugye a népszerű kiránduló pontokat, kultikus helyeket jelentik, mint például mondjuk a Rámszakadék, vagy éppen egy Boldogözsép kilátó, vagy itt a Szentendre feletti Bölcsőhegyen található Bölcsőhegyi kilátó. És ezek az adatok azt mutatták itt a Covid ideje alatt, hogy nagyon sokan mozdultak ki a természetbe, tehát arról datálható tulajdonképpen ez a hatalmas ugrásszerű növekedés, ahonnan tudjuk számolni, hogy most már több mint 30 millió alkalommal látogatják meg az erdeinket. Az igen. Emlegetted a négylábúakat, a lovakat, kutyákat. Rájuk nézve milyen szabályozások vannak érvényben az erdőlátogatókat tekintve? Mi az erdőtörvény rendelkezik arról, hogy az erdőt milyen feltételek mellett lehet látogatni. Ez érdemes azért tisztában lenni a jogszabályokkal, hogy ki hogyan jöhet be az erdőbe, természetesen autóval például nem lehet bejönni, motorkerékpárral nem lehet bejönni, quaddal nem lehet bejönni, ellenben lehet hozzánk jönni kerékpárral, és pont ezért 2016-ban ugye kialakítottunk egy Pilis Bike nevezetű rendszert, egy erdei kerékpáros útvonalhálózatot, ami több mint 350 kilométernyi tehelkerési lehetőséget biztosít annak, aki hozzánk ellátogat. Emellett pedig parkoló és bringázpontokat jelöltük ki, hiszen sokkal biztonságosabbnak tartottuk azt, hogyha valaki a városból úgy érkezik meg hozzánk, hogy az autó tetején ott van a bicikli, főleg ugye itt a családosokra kell gondolnunk, kisebb gyerkőcökre, ők is biztonságosan tudnak tekerni, akkor ezeken az útvonalakon különböző túrákat ajánlottunk ennek keretein belül, és hát nagyon népszerűek ezek a túrák, ezek az útvonalak, különösen abban a tekintetben, hogy most az idei évben egy nagy szabású projekt indult el itt a Pilisi Park erdőnél, itt az erdészeti kerékpározható utaknak a felújítására. Hát múlt hét végén egy óra leforgása alatt én több mint 100 kerékpárossal találkoztam oda és vissza. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen egy sikertörténet, és nagyon jó, hogy ennyien kimozdulnak és látogatják az erdeinket. Ugyanakkor nyilván megvannak ennek a látogatásnak, ugye, mint említettem, a szabályai is. Egyrészt ugye az erdőtörvényben foglaltak alapján, másrészt pedig azt gondolom, hogy a Pilisi Park erdő is megfelelő ajánlásokat adott azoknak, akik az erdőt látogatják. Így például kerékpárral nem szabad 30 km/h sebesség felett száguldozni az erdőkben, hiszen itt azért mégiscsak folyik munka, találkozhatnak erdészeti gépekkel, és nyilván az egy nagyon nagy számú a gyalogosoknak is a száma. Ugye a kutyasétáltatás az megint egy érdekes probléma, hogyha itt a négy lábúakra gondolunk, és azért mondom ezt így, hogy probléma, mert nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy természeti területen a kutyát mindenképpen megkötve, pórázon vezetve kell vinni. Nyilván ez ugye az állat szempontjából nem biztos, hogy olyan kedvező, de mégis azért ki tud velünk mozdulni. Ha szabadon engedjük a kutyát, neki van egy ősi ösztöne, azért mégiscsak valahol van az ősidőkből, ezt magával hozta, magában őrzi, és hogyha vadnyomára akad, akkor el fog menni a szagon, és hogyha találkozik ugye a vaddisznó családdal, nyilván a vaddisznómomban meg szeretné védeni magát és a gyermekeit, fel fog bőszülni, rátámad a kutyánkra, neki erre észrebe fog jutni, hogy ő mégiscsak ugye egy ember mellett élő lény, visszaszalad a gazdihoz, és hát nyomában ugye ott a felbőszült kocamamával valószínűleg nem lesz kellemes a találkozás. Másik oldalon azért az erdőben össze lehet szedni különféle betegségeket is, kulancsot, egyebet, ezért is javasoljuk azt, hogy mindenki pórázon vezesse a kutyáját az erdőben, mert hát nyilván ugye rengetegen látogatják mások is az erdőt, nem ismerik a mi kutyánkat, nem tudják, hogy hogy fog viselkedni, megijedhetnek tőle, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen jó együttérést kellene megvalósítani mindazoknak, akik így a Pilisi Park erdőerdeit, vagy egyáltalán a magyar erdőket látogatják. És a lovakkal mi a helyzet, ha lovas kirándulást tennénk? Pár évvel később itt a Pilis Bike rendszer üzembeállítása után egy másik rendszert is hadrendbe állítottunk, ez pedig Pilis Ride néven fut, mint ugye lovaglási lehetőség. 60 kilométeres szakaszon biztosítunk lovaglási lehetőséget a Pilisi Park erdő területein.
emellett pedig 4 évszakos, bocsánat, nem 4 évszakos, hanem nyári istállókat is létrehoztunk szálláshelyek mellett, tehát akár több napos kirándulások is megtehetők, ez mindenki rendelkezésére áll. Természetesen azért tolóvaglásnak is megvannak a megfelelő szabályai, ezek mind elérhetőek a honlapunkon, a parkerdő.hu. Milyen karbantartási munkákkal készültök, vagy mennyire frekventált ez az időszak, vagy megfelelő ez az időszak arra, hogy ezeket elvégezzétek? Gondolok itt akár mondjuk a padokra, a kihelyezett padokra, a pihenőhelyekre, tűzrakóhelyekre, ezeknek a karbantartásának mikor van itt az ideje? Ezeknek az eszközöknek a karbantartása folyamatos, és az elmúlt években azért itt a Magyar Természetjáró Szövetséggel karöltve nagyon sok mindent sikerült felújítanunk a Pilisi parkerdő területén. Nyilván ez az 1000 kilométernyi turista útvonal hálózat, ez rendkívül sok feladatot ró ránk, és hát azzal az örömhírrel azért már beszámoltam, azt gondolom itt is, hogy padok és asztalok, esőbeállók, 4 évszakos pihenőhelyek, kilátók létesültek itt a Pilisi parkerdő területén az elmúlt pár évben, amire ugye Vekop és Ginot pályázatok nyújtottak lehetőséget, ezt pedig ugye a Magyar Természetjáró Szövetsége konzorciumban hajtottuk végre. Nem is olyan régen itt a Rám szakadéknál adtunk át egy fogadó épületet, pontosan ennek a pályázatnak a keretében lassan lejár ez a pályázatunk, és most már mindenhol élvezhetik az emberek azokat a 21. századi pihenőhelyeket, amik itt a projekt keretein belül létesültek. Egy személyes élményt kell megosszak veled. Nem olyan régen a Deraszurdoknál jártunk a gyerekekkel kirándulni, és szemem szám eltátottam, hogy ott milyen szépen rendben van az útszakasz, meg milyen klassz átjárók, hidak kerültek kialakításra. Abszolút, tehát ez is ugye a projektnek a része volt, nagyon vágytunk már rá, hogy ezeket megvalósíthassuk. Hála Istennek most volt rá forrás, úgyhogy ezeket meg tudtuk valósítani. Fatelepítések, amennyiben nem a települési fásítási programról beszélünk, hanem úgy általában a Pilisi parkerdőben, ezek mennyire aktuálisak? Egy kicsit később következik majd az ültetéseknek, tehát az őszi időszaknak az ültetései. Most még ugye ezért lomban van az állomány, meg kell várnunk, amíg lehullik a lomb, és utána kerülhetnek a földbe majd a friss csemeték. Azért az elmondható, hogy itt a Visegrádi hegység, a Pilis térségében, ugye mi nagyon alapozunk a természetes újulatra, tehát magyarul az idős fákról lehullott, kikelt magokból növekvő csemetékre alapozunk, ezek adják ugye az új erdőnek az alapját, illetve az erdőnek a megújulását, ami egy sokkal természetközelibb erdőgazdálkodást biztosít, és nyilván ugye a vad számára is megfelelő táplálékot szolgáltat. Akik gyakran járnak kirándulni, észrevehették, hogy most már mintha tudatosan is afelé menne el az erdészet, hogy nem szedik össze mondjuk az elhullott, előregedett, kidőlt fákat, hanem szánt szándékkal ott is hagyják. Ez a mondjuk az avatatlan szemlélőnek rendetlenséget juttatna eszébe talán, de ebbe tudatosságban erősíts meg, kérlek. Ez abszolút így van. Ha erdőökológiai folyamatokat tekintünk, és mondjuk vegyünk alapul egy őserdőt, ahol nem történik emberi beavatkozás, ott is keletkezik holtfa. Hiszen hogyha egy idős fa ugye elszárad, kidől, vagy éppen lábon szárad el és ott marad, a számtalan élőlénynek tud otthont biztosítani és táplálék forrásul szolgálhat. Mi ezeket a folyamatokat pedig idegszünk itt az erdőgazdálkodásunkba átültetni. Leginkább itt az örök erdőgazdálkodást lehetne említeni, amiben a Pilisi parkerdő élen jár, országos szinten is, ami azt gondolom, hogy leginkább leköveti azokat a folyamatokat, amik így a természetben zajlanak. Ennek pedig része, hogy megfelelő mennyiségű holtfa maradjon vissza az erdőben, már említett okok miatt. Nem tudjuk sajnos megkerülni a témát, hogy a rezsiválság következtében a tűzifa helyzetet is érinti ez az országos hát válság, most mit tudunk másképp mondani. Nem tudom, hogy erre a Pilisi parkerdő hogy tud reagálni. És alapvetően azért tudnunk kell, hogy amit ugye beszéltünk is itt az elején, hogy nálunk azért nagyon magas a lakosságnak az aránya, tehát rengetegen élnek a mi területünkön, és éppen ezért ugye itt az Agrárminisztérium rendelkezéseinek megfelelően itt társerdőgazdaságoktól történik faanyag szállítás ide a Pilisi parkerdőhöz.
Mi folyamatosan termelünk, és igyekszünk kiszolgálni ezeket az igényeket, amik valóban nagyon nagy igények. De ugyanakkor ezt a kiszolgálást mi azért mégiscsak úgy végezzük, hogy az erdők emiatt ne sérüljenek. Tehát magyarul hatalmas mennyiségű faanyag van az erdeinkben, amit évente nem használunk fel. Ez annyit jelent, hogy a Pilisi parkerdőnél az élőfa készlet mindegy 11 millió köbméterre tehető, amelyből, és az éves növedék, tehát az évente, ami megnövekszik itt az erdőkben, az olyan 260-270 ezer köbméterre tehető. Mi ebből, amit hasznosítunk, az olyan 180 ezer köbméternyi, tehát mindig marad benne az erdőben megfelelő tartalék. Ehhez a tartalékhoz nyilván hozzá lehet nyúlni, de ez csak okosan és jó gazda módjára szabad megtenni, hogy az erdő ne sérüljön. Itt ebben az időszakban, most ugye végezzük a kiszolgálást, a lakosságot folyamatosan értesítjük ki, hogyha a tűzifa átvehető, ugye a rendeletnek megfelelően itt ugye méteres vagy annak többszöröse hosszúságú hengeres faanyagot tudunk szolgáltatni a lakosság részére. Van-e arra gyakorlat esetleg, hogy szociális alapon a rászorulóknak az elhullott, elhalt fákból juttassatok, vagy esetleg tudtok-e szemet hújni a felett, hogyha egy minimális mennyiséget mondjuk a lakosság ezen része hazavisz? Többébe fut már ugye a szociális tűzifa program, ebben a Pilisi parkerdő is részt vesz, és erre önkormányzatok pályázhatnak. Az idejében is érkezik a Pilisi parkerdőhöz nyilván megkeresés, pályázat, amit mi ki is fogunk szolgálni. Emellett azért arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy létezik nálunk az úgynevezett lakossági tűzifa gyűjtésnek a lehetősége. Ez annyit jelent, hogy ott a lakosok saját maguk mennek ki, és termelik fel maguknak azokat a fákat, amiket ugye az erdészeink mondanak, hogy igen, ebben az erdőrészletben lehet akkor gyűjteni. Ők utána kimennek, erdészeink felvételezik, és utána megtörténik ugye az átadás, átvétel. Erre egy kicsit kedvezményesebb áron tudunk szolgáltatni fát. És ez még az ökológiai egyensúlyt nem fogja megbontani? Természetesen nem, hiszen arra azért odafigyelünk, hogy az erdőben megfelelő mennyiségű holdfa maradjon vissza. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy itt a rezsiválság idején azért nagyon megnövekedett a tűzifa iránti kereslet. Mi elsősorban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azok jelentkezzenek, akik rendelkeznek megfelelő tűzberendezéssel, és még az idei évre, erre a fűtési szezonra nincsen fájuk. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyon sokan olyanok is jönnek, akik ezt a tűzifát nem azonnal, hanem kicsit később szeretnék felhasználni, esetleg a következő évben, következő fűtési szezonban. Számukra azt szeretném mondani, hogy ez a program ez nem ér véget az idén, hanem folytatódik jövő év április közepéig, úgyhogy akkor is be lehet jelenteni az igényt, akkor is ki fogjuk tudni őket szolgálni. Most adjuk meg a lehetőséget azoknak, akiknek valóban most azonnal erre a fűtési szezonra van szükségük fára. Július közepén Pilis-Szentlászlón volt egy sajnálatos tűzeset, ami viszont bizonyos szempontból egy sikertörténet, hiszen nagyon nagy összefogást vont maga után mind az önkéntes tűzoltók, mind pedig a hivatásos tűzoltók részéről. A Pilisi parkerdő hogyan mérlegelte ezt az eseményt, milyen rehabilitáció történt ezen az erdő részen belül, és hogyan jött ki belőle az az erdő szegény? Akkor először jön a negatívum. Ugye 2,5 hektár volt érintett erdőtűzzel Pilis-Szentlászló határában, és valóban a sajtószányra is kapta ezt a hírt, hiszen ugye a prédikálószékről még a webkamerán keresztül is lehetett látni a tüzet, illetve a füstöt, ami akkor keletkezett. És akkor most jöjjön az örömhír, hogy a civil szervezeteknek, önkéntes tűzoltóknak ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni ezt a nagyon gyors reagálást, amit tanúsítottak. Erdészeinkkel közösen gyorsan sikerült eloltani a tüzet. Szerencsére csak avartűz keletkezett, ami annyit jelent, hogy nem jutott fel a tűz ugye a felső lombkoronaszintbe. Így aztán maga az erdő nem sérült olyan mértékig, hogy esetleg ott fakitermelést kellene végrehajtunk, vagy konkrétan el kellene tüntetnünk onnan az állományt, mert annyira sérült volna. A fák kizöldültek, újra lomba borultak, tehát a természet átvészelte ezt a katasztrófát, és szerencsére nem kell ott semmiféle beavatkozást végrehajtani, tehát ez tényleg egy örömhír.
Akkor talán ezzel be is fejezhetjük, és buzdítanám a nézőinket, hogy akár saját szemükkel is megbizonyosodhatnak-e felől, hogy valóban helyreállt az erdő, vagy akár a Pilisi parkerdő más szép célállomásait is felkereshetik, hiszen szép időnk lesz még egy darabig. Mészáros Péternek köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Nézőinktől munkatársaim nevében is búcsúzom. Viszontlátásra!